A Krónikák második könyve, 34. rész, Jósiás király vallási reformjai. Nyolc éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit helyesnek lát az úr, ősatjának Dávidnak az útjain járt, és nem tért el attól sem jobbra, sem balra. Uralkodása nyolcadik évében már ifjú korában elkezdte keresni ősatjának Dávidnak az istenét. 12. évében kezdte megtisztítani Júdát és Jeruzsálemet az áldozóhalmoktól, az aséra szobroktól, a faragott és öntött bálványoktól. Lerombolták az ő jelenlétében a baalok oltárait. A rajtuk álló tömjénező oltárokat darabokra vágatta, az aséra szobrokat, a faragott és öntött bálványokat összetörette, porrázúzatta és szétszóratta azoknak a sírjain, akik áldoztak nekik az oltárokon elégette papjaik csontjait. Így tisztította meg Júdát és Jeruzsálemet. Manassé, Efraim és Simeon városaiban is egészen naftáliig azoknak a romjain körös körül leromboltatta az oltárokat és az aséra szobrokat, összetörette a bálványokat, porrázúzatta azokat, és minden tömjénező oltárt darabokra vágatott Izrael egész országában. Azután visszatért Jeruzsálembe. A templom kiavítása Uralkodásának a 18. évében az ország és a templom megtisztítása során elküldte Sáfánt, Acaljá fiát, Maaszéjá városparancsnokot, meg Jóák Joáh főtanácsost, Jóáház fiát, hogy javítsák ki Istenének az úrnak a házát ezek elmentek Hilkijjá főpaphoz, és átadták neki az Istenházában összegyűjtött pénzt, amelyet az ajtót őrző léviták gyűjtöttek össze Manassé és Efraim lakóitól, az Izraelben megmaradtaktól, továbbá a Júdából és Benyáminból valóktól, meg Jeruzsálem lakóitól. És átadták azt a munkavezetőknek, akik az úrházához voltak kirendelve, azok pedig továbbadták az úrházában dolgozó munkásoknak, hogy állítsák helyre és javítsák ki a templomot. Adtak pénzt az ácsoknak és a kőműveseknek, hogy vásároljanak faragott köveket és faanyagot a gerendázathoz és a helyiségek beburkolásához, mert Júda királyai hagyták elkorhadni azokat. Az emberek hűségesen végezték a munkát, Merári fiai közül Jahat és Óbadjá Léviták, a kehátiak közül pedig Zekarjá és Mesullám voltak a felügyelőik, ők irányították őket. A különféle hangszerekhez értő Léviták pedig a teherhordók élén álltak és irányították valamennyi munkást mindenféle munkában. Léviták voltak az írnokok, a felügyelők és a kapuőrök is. A törvénykönyv megtalálása amikor kihozták az úrházában összegyűlt pénzt, megtalálta Hilkijá főpap azt a törvénykönyvet, amelyet az úradott Mózes által. Ekkor megszólalt Hilkijá, és ezt mondta Sáfán kancellárnak. Ezt a törvénykönyvet találtam az úrházában, és odaadta Hilkijá a könyvet Sáfánnak. Sáfán pedig elvitte a könyvet a királyhoz, és jelentést tett a dologról a királynak, ezt mondta, elvégezték a te szolgáid mindazt, amit rájuk bíztak. Összeszedték az úrházában található pénzt, és odaadták a felügyelőknek meg a munkásoknak. Jelentette Sáfán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkiján főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor a király meghalotta a törvény igéit, megszaggatta a ruháját, majd ezt a parancsot adta a király Hilkijának és Ahíkámnak, Sáfán fiának Abdónnak, Míká fiának meg Sáfán kancellárnak és Aszájának a király udvari emberének. Menjetek, kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek a megtanált könyv igéi rám, meg az Izraelben és Júdában megmaradtakra nézve. Mert nagyon megharagudhatott ránk az úr, mivel nem tartották meg elődeink az úr igéjét, és nem tették meg mindazt, ami ebben a könyvben megvan írva. Hilkiá és a király küldöttei tehát elmentek Hulda próféta nőhöz, aki Sallumnak, Tokhat fiának, Haszrá unokájának, a ruhák őrzőjének volt a felesége, és Jeruzsálem új város részében lakott, és beszéltek vele. Hulda így szólt hozzájuk. Ezt mondja az Úr, Izrael istene. Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket, ezt mondja az Úr, én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, mindazokat az átkokat, amelyek meg vannak írva abban a könyvben, amelyet felolvastak Júda királyának. Mert elhagytak engem, és más isteneknek tömjéneztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért árad ki lángoló haragom erre a helyre, és nem alszik ki de mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az urat, ezt mondja az úr, Izrael istene azokról az igékről, amelyeket hallottál. Mivel megrendültél és megaláztad magad az Isten előtt, amikor meghallottad kijelentését erről a helyről és lakóiról, mivel megaláztad magad előttem, megszaggattad a ruhádat és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak, így szól az Úr. Gondoskodom róla, hogy őseid mellé temessenek, és békességgel kerülj a sírodba. Neked nem kell meglátnod mindazt a veszedelmet, amelyet erre a helyre és lakóira elhozok. És megvitték a választ a királynak. A szövetség megújítása a törvénykönyv alapján. A király ekkor összegyűjtette Júda és Jeruzsálem véneit, azután fölment a király az úrházába, meg minden júdai férfi és Jeruzsálem lakói, a papok és a léviták, meg az egész nép apraja nagyja, és felolvasta fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az úrházában találtak. Majd odaállt a királya helyére, és szövetséget kötött az úr színe előtt, hogy az urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívükből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek megvannak írva abban a könyvben elfogadtatta ezt mindazokkal, akik Jeruzsálemből és Benyáminból ott voltak, és Jeruzsálem lakói az Istennek, őseik Istenének a szövetsége szerint jártak el. Jósiás pedig eltávolított minden utálatos bálványt Izrael fiainak valamennyi tartományából, és minden Izraelben található embert Istenüknek, az Úrnak a szolgálatára kötelezett. Nem is tértek el az ő egész életében őseik Istenétől, az Úrtól.